órát kérek szépen. Még soha nem láttalak erre. Te mióta dolgozol? Nem régóta, kérsz még valami? Nem, köszönöm, ennyi lesz. Hé, haver! Hé! Nem kegy, cigi! Na, vedd már, nem érek rá! Nem. Ahó! Sokat kaphatod. Vigyázz meg ennek. Te még nagyon? Na, milyen volt a koncert? Jó volt, jó volt. De ne szórakozzunk, mert ebben menjünk fel a bulizba. Várjál mindjárt. Jó. Látom, készültél. Igen, én magam sütöttem. Hű. Ízlik? Finom. Parancsolja. Ó, köszönöm. Te sütötted? Nem. Hoztam neked még valamit. Írta Lelovics Tamás. Magányosan zajlik életem nagy része. Mondanék valamit, de semmi nem jut eszembe. Egyedül érzem a szelet a tarkómon, egy angyal pihen egyedül a vállamon. Látok sok mindent az utcán, a buszon. Onnan egyedül nézem a hegyet az úton. Ne folytasd, kérlek. Majd otthon. Haó! Haó! Jól vagy? Minden oké? De jó, hogy újra látlak. Van egy tollad? Van. Le kell írnom valamit. Van, persze. Mi az? Beütött a kóla? Én elmegyek és elintézem az árást. Mindjárt jövök. Most már jobban vagy egy kicsit? Jól vagy? Hát, figyelem. Te nem fázol? Nem, rajtam van szerencsére ez a kardigán, úgyhogy nem. Te viszont szomorúnak látszol. Igen, de
Na, haragudj, erről most nem szeretnék beszélni. Nem haragszom egyáltalán, olyannyira nem haragszom, hogy 100%-osan megértem, mert én se vagyok mindig nagyon vidám. Jó lenne néha beszélgetni valakivel erről arról. És hát a fő gond az meg az, hogy nem akarok a kult mögött megöregedni. És akkor mit szeretnél? Hát van egy titkos álmom, de... Tényleg? Mesélj róla. Hétpecsétes titok. Meséld el. Színésznő szeretnék lenni. Tényleg? Van egy ötletem, érdekel? Tudok egy helyet, ahol megvalósíthatod az álmaidat. Viccelsz? Nem én. Hát, ha nem viccelsz, akkor... Holnap 4-kor ráérsz? 4 után? Mera után? Ráérsz. Jó. Te itt laksz? Hát, egyelőre igen. Egy éve jöttem ide vidékről, de természetesen szeretnék én minél hamarabb albérletbe költözni. Most nagyon meglepődtél? Ha, egyáltalán. Én is albérletben lakok két barátnőmmel, mert így sokkal olcsó. Foglalj helyet, kérlek. Ó, köszönöm. Figyelj, van itt nálunk egy színdarab. Az a címe, hogy hogyan jutok el a kultúrba. Arról szól, hogy egy énekesnő egy listáltal mögötti faluba meghívást kapott, de sehol nem találja a kultúrházat, ahol lesz majd a műsor. És fűszeres Hoska bácsit kérdezi meg, hogy kérjen meg, hogy igazítsa őt útba. Érdekel? Igen, igen. Hú, nagyon érdekes. Hogyan jutok el a kultúrba? Mesélj, miért szeretnél színésznő lenni? Hát elsősorban azért, hogy megmutathassam magamat az embereknek, meg hogy őszintén kifejezhessem az érzelmeimet, hogy őszinték legyünk egymáshoz. Például volt nekem egy barátom, erről jut eszembe az őszintességről. Tényleg érdekel? Igen. Na, szóval, hogy volt ez a barátom, aki mindig mondta, hogy szeret, meg hogy hiányzom neki, és bizony én ezt egy ideig el is hittem neki. Miért nevetem magad? De az nem baj, hogyha nevet két ember, amikor találkoznak, és jól érzik magukat egymást. Jó, de most komoly dolgokról beszélünk. Ez nem nevetséges. Én kinevetem magamat, hogy elhittem ennek a hülyének, hogy hiányzom neki. És te mesélj magadról. Hát, ez egy nagyon hosszú történet lenne. Nincs kedved inkább kijönni velem a kertbe? Hát, éppen kedvem az lenne, csak lassan indulnom kell munkába. Össze is pakolok, mert... van az idő. Hát akkor, szia! Köszönöm. Örülök, hogy eljöttél. Én is örülök, hogy elhívtál.